Üdvözlök mindenkinek, itt Alien vagyok. Visszatértem, sajnos láthattuk, hogy nem tölti be a játék ugye ezt a véres skint vagy ruhát. Így ismételten megpróbálkozunk a játék indításával. Ismét a Pinehurst mapot választom ugye, és Roy-t hozzá. Viszont most kivesszük azt, hogy véres legyen a ruhánk. Ide még be fogja tölteni a játék a pályát. Ugye mivel nem véres ruha van rajtunk, sajnos ezt a hibát még nem javították ki, de hát reméljük, hogy ezt is előbb-utóbb ki fogják javítani. Roy-ról pár szót, ugye nem Jason típus, de mégis Jason-ként gyilkolt a pályákon, ugye az ő nevében. Fegyvereit tekintve egy ilyen kertész szólót visel, aminek ugye nem olyan nagy a hitboxa, de hát ez ne tántorítson el minket. Ismét azt a menetet fogom követni, megpróbálom őket lesebezni, és akkor megpróbálom bemutatni ezt a három kivégzési módszert, ami Royhoz kapcsolódik. Erőket és gyengeséget tekintve ő sokkal több dobókéssel kezd, jobb a stalkja, és ő is tud futni, mint a part 3-as, vagyis a part 4-es Jason. A part 3-as volt a favágós Jason, és a part 4-es pedig a hentes Jason. De ugye mivel neki kertészszóló van kezében, ezért nem tud annyira és jobban betörni egy ajtót. Na lássunk is hozzá, accept, nézzük meg easy-n a módot, reméljük, hogy be fogja tölteni, és a test mód, ez kör következik. És az előző kövben láthatatok, nem tölti be a véres ruhát, ez mindegyik Jasonnél így van sajnos. Ez nem tudom, hogy mi lehet, szerintem ami játékhiba. Ami összeakad a program a skinnel. Nem tudom, hát előbb-utóbb remélem, hogy ezt is ki fogják javítani. De esetre most dupla XP van, tehát megpróbáljuk a szintünket egy kicsit felhúzni a játékban. Pontokat tekintve szerintem minél duplát fogunk kapni, hogy kezdjünk is megtalálni. Ugyanis erre kerekhetünk olvasva az XP-ket, ezáltal gyorsabban is lesz a... Na, akkor itt is vagyunk, láthatjátok, hogy betöltötte a pályát, itt vagyunk Roy-jal. Aki ugye a film Make them remember what they did to us, Jason. Kill them. A filmet tekintve láthatjátok, hogy neki nem az a hoki maszk van, ami a többi Jasonnek ez a piros jelzése vagy tetoválása, hanem egy ilyen, állítólag egy boltba vásárolt hoki maszk. Így kocogunk közben. Csodát nem teszek le, hanem egyből ugye a telefons házhoz megyek. Nem baj. Senki nincs itt, de a telefon, meg is nézem embertől, hogy hova kell menni. Másik ajtót, ablakot. Úgyhogy ja, na itt a telefon, a csapdát szépen. Csak le tudjuk. Ez az. Csak sikerül ezt is nagy bevágójuk, mivel is tudunk kombás tanulni, szóval érdekesebb és izgalmasabb módja a játéknak. Nézzük, itt már is van valaki. Megpróbálom úgy kivégezni, hogy mutatok olyat is, ami speciál hozzá kapcsolódó kivégzés, és mutatok olyat is, ami ezt a köcsönben ne is menekülj. Igen, jó, egyszer eltaláltuk. De az a lényeg, hogy fogok mutatni speciál hozzá kapcsolódó kivégzést az ollókkal, és próbálok olyan, ugye mi a dupla XP alatt, ugye azért a több XP-t, minél többször öljük meg a áldozatunkat a pályán, ugye a pályához kapcsolódó kivégzéssel. Most ezt a faszomba van. Önt a izébe? Aha, így buzibe ment oda. Na nem baj, is szedjük onnan, nem bújok előlünk. Egyik leghíresebb kivégzés következik, a sleeping bag-es, tehát az alvócsátas kivégzés. Roy hozzábassz a pályát, a túlélet a pályát, ezáltal hamar megnyúlvad. Érdekességképp elmondom, hogy ez a Jason ikonikus is szerepelt, ez a kivégzés. That's my special. Ott is ugye special ismeri a filmet, story. Ugye az a robot Jason párszor hozzábassz a két szexi táborozó lányt, akik egymással akartak hancúrozni, így ezáltal Roy megfogta, vagy nem Roy, hát ugye itt jelen a játékben Roy, a filmben a mechanikus robot Jason
fogta és hozzávert őket a fához párszor. És egy ilyen utalás volt a régebbi Pénte 13 filmekre. Na hát öldököljünk tovább, egy kist elhasználtam sajnos. Vagyis hát nem sajnos, mert ezáltal lelassítottam a túlélőt. Egy meg is tudtam mutatni ezt a Sleeping Bad skillt. Azt elég szépen le. Nem sikoltott senki, tehát itt nincsenek ebben a ház, mehetnek tovább. Dobókés jöhet. Jó van, ezt a zsebre is vágtuk hamar. Itt pedig biztos, hogy van valaki, mert jelzi a érzékelőnk, hogy itt már nagyon készülnek valamire. Dobókést főveszem. Mindenképp jó lesz, már 10 van belőle. Milyen beakadtunk a falba? Mondjátok be. Várjuk még hátra, kijön ez a kis buzi. Akkor mire kapjuk. Átment a másik házba. Semmi gond. Betörjük az ablakot, ami véletlenül. Gyere csak kicsit, anyádat. Tudok, nem esik el. Anyádat, te kis buzi, gyere ki az erősebb az. A kurva anyádat meg. Gyere ide. Jó, meg is mondom az első kivézést trolljal. A orba verjük, ugyan, már jól kezdődik. Az igen. Na még fejét vettük be hamar. Na, ez tetszett a kívülzés. That's my Jason. That's my special. Az albokat betöljük. Szóval na, ez volt az első kérdés. Nekem nagyon tetszett, amikor kijött az update, ugye. Royal meg az új pályával. Szóval ez egy nagyon jó véres kivézés volt. Nekem nagyon tetszett. Ahhoz képest, hogy nem olyan erős az alponja a Roynak, ahhoz képest elég jó brutálisak sikerültek a kivégzése. Itt ki van. Hát nem tudom, itt is valaki bújik. Láthatok, ugye szokásos taktikám. Fogom, leütöm és akkor utána vagy kivégzem. Vagy kivégzem, vagy pedig ugye leütöm murdered killel. Most mi elütött? Ja, most kivégeztük az első, most akkor megmutatom a következő kivégzést vele. Később jól állunk, mert 12 van már. Most hol az a gyerek? Már is kijön. Üdvözöl minket. De kemény vagy. Nagyon jó van akkor. Ez az én házam pedig üdvözlás. Tudom anyádat. Azt mondta, hogy én nem beszélni. Úgy van, bújj szépen be a házba. Jó, senki nem tudja. Adtuk, hogy az ágy alá megy. Kicsit közel mink az ágy, talán még az okok is, de most nem. Na, szépen a fasz. Látjátok, ennek a Jasonnek is, és Roynak is a fegyver effektnél sokkal jobb ez a vér effekt, ahogy nagy láthatjátok. Ilyet talán a Part 7-es Jasonnél tapasztaltunk, szóval lehet, hogy olyan másik olyan Jason, akinek a véres effektjét jobban kidolgozták, mint a többi Jasonnek. Na, azt mondja, ki a következő áldozatunk. A háznál is vannak ketten, hárman. Igen, tehát nekem ez a véres effekt, ez nagyon tetszik a játékban. Ezt a többi Jasonnél is megcsinálták volna. Sajnos valamiért nem sikerült. Se baj, azért minél többször olyan Jasonnel lenni, amit kivel szeretünk. Na, ez a kis buzi is ide bebújt, ahogy hallom. Te buzi csak ki. Na, kurva anyádba vagy. Előre kell menni a házhoz. Na jó van. Szép formás segédet most megdobtam. Jó, sebezd szépen magadat. Én pedig összedem a késémet. Halljátok, ő is megkapta ezt az úgynevezett damage-et. Na jó, van te buzi. Hoppá. Látjátok? Nem tud kimenni. Hoppá. Na, gyere játszunk. Hoppá. Hát itt ilyet szoktam még csinálni. Hoppá. Ha. Nem sajnos, nem értem el késsel. De szoktam azt is csinálni, hogy ez egy jó taktika, hogy kimegy valaki. Plusz, ha megdobom egy dobókése, és akkor
És akkor lehetünk dolgunkba, viszont nem hagyjuk elmenekülni. Gyere csak! Téged megkivézünk a gyümölcsös kertbe, ahogy látom, szép barackok vannak itt, ha megérettek. Nem beúzott lakmározunk, hanem special boy. Nagyon viszél minket, hogy már másodszorra kivégeztünk valakit az ő nevébe. És őt toroljuk meg. No. Itt a pajtával, és aki emlékszik a híres jelenetre, itt is Jason felakasztott egy túlélőt. Most elméletileg az egyszemélyes kampánynál fogunk ilyenne találkozni, és később, ahogy hallottam a készítők, ezt megígérték, hogy beleteszik a játék online részébe is, így már offline is tudjuk majd farmolgatni a pontokat. Ez egy jó kérdés pár végén. Nem ki van bent. Ki is jönnek elénk üdvözölni. Fox van itt éppen, úgyhogy most ő lesz az áldozat. A kurva anyját, nála is volt az a rohadt izé. Bánkészlet, rohadj el, mert miért tudom, hogy meg még egyszer meg is kérdésünk. Hoppá, be is pészte magát. Amint eljönnek a vizén, be is hozzuk. Jó, nem jött vissza. Se baj, most utána fogunk eredni, és szépen megalakul a tetteiért. Miért? Ilyen kiesen lesztánolt minket. Hoppá, leakadtam a vizébe. Jó van, hajtába menekült, ahogy látom. Kurva anyját, most akkor utána megyünk. És akkor most következik, szerintem most egy izé ki fog következni. Ment. Na, kiment a kurva anyját. Na, ide megyünk a házhoz. Levertem ezt, miért bemegy. Most ment be a kis buzi, nem baj. Nem, most kijött, nyertek kicsit. Most a második kivégzést fogom megmutatni. Ha! Ez a buzi hagyja magát. Nem baj. És megtegelgett a nyakamat, a fasz, gyere vissza. Jó. Második kivégzés jön. Hoppá, az igen. Na még egyet. Így is nagyon terül szépen. Na, they deserve to die, Jason. Make them suffer. Nem maradt belőle semmi. Most pedig megyünk a főházhoz. Majd látom, itt ketten is vannak. Egyet még mindig ki kéne végeznem. Speckó kérdele, hogy megmutassam nektek, hogy minél több lehetőség van a játékba. Na itt ki van, a kis buzi. Help me! Please! Jó? Ó, és hármas is nekünk. Ú, az igen. Az igen, utána a kezét is elvágtam. Ugyan az elvérzett kábbi azt jelenteti. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Na, és hol az áldozatunk a következő? Teleport. Na, ugye ez kell. Ú, Jarvis House nagyon jó. Szerintem Jarvis van itt, vagy a vagy valami férfi karakter. Van 11 késünk, és milyen gyorsan vissza is töltöttük ahhoz képest, hogy hoppá, és legyetek, be is tudunk menni az ajtón. Nem zárta le a boot. Na most valamelyik most kiugrott. Utána ütünk egyet. Ez a néger, jó. Ez a Bugzi, vagy hogy hívják, ez elméletileg valamelyik rész benne volt. Az új Pentatizálmaz lehet hasonlítani, és a faszom. Visszamentem. Itt teszünk egy izét, csapdát. Nem tudom, hogy hol van, basztus, és hol faszomban. Bebújt ide! Na. Bebújtál a WC-be, bazdmeg. Gyere ki, bazdmeg. They deserve to die, Jason. Jó, erős orló lehet, make them suffer.
Szóval, ki az utolsó? Hát természetesen Jarvis barátunk. Viszont őt nem tudom, hogy de. Hát ott van főház valahol. Itt van. Nos, úgy gondolom, hogy szerintem mi lenne kivégezni egy pályát található kivégzéssel. Na viszont te bemegyünk, és már a régyünk is, egy gól. És nem tudom, hogy hol van. Amíg ágy alatt van szerintem, mert ahogy lehallottam, mint hogyha bebújt volna valahova. Mindenhol, hogy tudjunk bárhol menni. Azt szoktam csinálni, hogy előcsaljuk egy kis a nyitót, úgyhogy szórakozunk vele. Kés, ez kell. Természetesen 12 kés. Nagyon jó. Ott vannak az ablakok. Az ablak alá teszünk egy-egy csapdát. Ha tényleg benn van, akkor előbb-utóbb ki fog jönni, kicsalogatjuk. Ha belemegy a csapdába, az még jobb, ugye? Nekünk az a legjobb. Mert azért plusz két kapunk, és teszünk egy izért csapdát. És akkor azt szoktuk csinálni, hogy most elmegyek. Itt van benn a stalkba. Ott van bent, igen, az azt jelenti, hogy elbújj bent. Most meg fogjuk várni, hogy kijön. És akkor le fogunk csapni rá. Mindig bebújt, hát nem tudom, hogy meg akarom várni, most meg megérdemelni, hogy kivégezzük valami másféle módon. Úgyhogy megvárjuk szegényt. Így fog csinálni. Mondjunk a fa mögé, hát nem veszünk észre. Most fog kimászni, látjátok? Hogy vissza, nem, most már szok vissza. Nem kell volna a fa mögé, vagy nem veszünk észre. Látjátok, most jött ki. Szóval mi is pont nem ment a csapdába vele, látjátok? Te kis buzik, anyára. Iha. Nagyon kemény vagy öreg. No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Most kézzük magát. És már több spélyen nem maradt jól, nem? Mind gyere, kicsi! Nagyon van. Volt neki mindegyik egy izéje, pocket knife-ja is. Na mindegy. Kapasz. Elkísérjük szépen a tűzhöz, és süthetjük akár. De csak nem tudom nektek a tüzes. Itt ez is egy elég jó. Ó, basztus, és pont a tűz előtt. Kurva a nyelvet. Nem, 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 nem. És akkor lenyomunk a torkén egy ilyen nyálasot. Még biztos megtalálom. Nesze. Ó, csak el is tudunk kínálás, hadd szenvedjen. Na, hát akkor ő lett volna az áldozatunk. They deserve to die, Jason. Trója megöltünk, ugye ismét mindenkit. Most megnézzük, hogy tényleg pluszpontokat kapunk, mert ha igen, akkor fogni nektek egy pár ilyen videót csinálni. És ugye ennek a Jasonnek is van egy ilyen különleges elmenés. Ugye mi nem az anyaházához megyünk, hanem csak ugye máshogy itt van. Macsony. Hát 1160, nem nagyon látok különbséget a dupla dolgok között. Hát pedig nem tudom. Makett van. Na jó, mindegy. Srácok, ennyi volt Roy Jason. Remélem tetszett, és akkor következzen valaki más. Szevasztok!